Sziasztok, srácok! Vlogot úgy még nem kezdtem, hogy azon gondolkodom. Hogy azon gondolkoznék, hogy legyen-e vlog, de most ez van, nem tudom. De ha látjátok, akkor valószínűleg van. És most indulunk! Nézzétek, de izgi! Ott van a kis család és integet! Nem a miénk és nem nekünk, csak úgy ott van egy család és integet. Sziasztok, mentünk, hello, hello! Szia! Most meleg. Mondtam, hogy a hűtőből vegyél. De nem volt. Tedd így oda a kezed, így oda, hogy majd máshol bejöhessünk, tudod így a... Ide értünk a moziba, átvettük az 5 darab jegyet, ami csak egynek látszódott az előbb, mert Petra úgy mutatta, és majd nem sokára megyünk be oda a VIP-ba, még soha nem voltunk VIP moziban, és nagyon kíváncsiak vagyunk, legalábbis én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet. Ott majd lesz korlátlan fogyasztásunk, az azt jelenti, hogy annyit eszünk, annyit csak szeretnénk, azt várom a legjobban. És akkor most itt várjuk a 3 nyertest, hogy bemehessünk velük. Elég jól néznek ki. Ez itt. Korlátlan nachos. Üdítő. Popcorn. Ó, itt ki lehet válaszni, merje. Zöld, ja? Kitöltés. Ez mind? Ja. Hosszan kell nyom. Érintő képernyős, vágod? Ilyen még a Mekiben sem. Csöpök a kezemre. Júj! Te mit csinálsz? Még kávézni is lehet. Nagy választék. Szerintetek milyen ez a hely amúgy? Jó. Tetszik? Na, mi mindjárt leülünk, azt beszélgetünk. Jó a választék. Olvas el, akit érdekel. Ilyet fogunk enni. Aha, olyat is, meg krumplit is. Sokat. Nagyon finom. Édes. Kóstold meg. Ott egy szívószál. Te kis szívószál. Hol van a többiek? Na, a 3 nyertes egyébként nem más, mint Petra. Petra, nem csináltuk azt, hogy a kezet elvesszük onnan, csak oda raktuk. Na most mi lesz? Tedd így oda a kezed, így oda, hogy majd máshol bejöhessünk, tudod így a... Na, itt vagyunk! Na, egyébként a 3 nyertes nem más, mint András, kérek egy pacsit. Jó, hogy Blanka, tőled is, és Hanna. És már is eltelítődtünk mindenki, majdnem mindenki, ne? Tün. Már mindannyian telezabáltuk amúgy magunkat, nem sokára megyünk be a filmbe valahova. Filmbe? Úgy van, hagyjuk inkább szerintem. Egyébként vegyetek példát Andrásról, mert ő street workoutozik, ugye? Street workoutozik, meg tudja az ászlót, ide be is vágom a képet, amit ő csinált. Igazából mindenkinek bevágom a képét, mivel nyertek. És egy zászlót tartottál, és az nincs megszerkesz, ugye kilóg a képe a lábad a képből, de egyedül tartottad, ugye, és nem volt semmi segítséged, és ez amúgy tényleg nagyon ügyes vagy, és tiszteletre méltó, hogy ilyen fiatalon így űzöd. Amúgy ez a nachos a legfinomabb a világon. A fűszeres nachos sajtal, ilyen sajtos szósszal a moziban. Ilyet sehol nem lehet kapni. Ott a mi emberünk tölti újra a nachost. Jó napot! Aranyos! Petrik, te meg mit tettél? Mindent megeszni, kivéve azt, amit kiteszek neki. A főbérlő nem tud. Azért ez elég komoly. Ilyen moziban még nem voltam soha. Van ilyen kis asztalkánk is. Azt így be lehet ide izélni. Hát ez nagyon komoly. Nézd, van itt az ücsinek ilyen is. Abba bele lehet rakni. Rakd oda nyugodtan, az a tied. Nagyon fullos. Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
tudja, hogy alfa vagy. Te vagy az alfa. Meg te vagy az alfa. Te lennél az alfa. Ő az igazi alfa. Ugye, Jürgi, te vagy az alfa. Trátatátatátatátatá, vége a filmnek. És közben haza is értünk. A VIP mozi. Tényleg, amúgy én nem tudtam, hogy ilyen prima lesz. Kezdjük ott, hogy elmegy az autó mindjárt. Szóval, hogy a terem körülbelül olyan max 40 férőhelyes volt, de lehet, hogy még annyi se, és mindenkinek volt egy külön fotelje, egy ilyen jó nagy fotelje, amit egyébként azt láthattál. Arról van felvétel, miért mondom el? Na és egy gombnyomással lehetett álligatni a lábunknak a tartóját, meg hátunknak, hogy mennyire akarunk hátra dőlni, meg előre, meg volt egy ilyen kis asztalocska, amit be lehetett oda nyitni, tehát prima volt. Illetve a film olyan gyönyörű képi világa volt, és olyan jók voltak a felvételek, és az áttűnések is. Tényleg olyan áttűnések voltak ebbe a filmbe, mint amilyet eddig még egyik filmbe se láttam. Szóval így most ti is egy kicsi betekintést nyerhettetek, hogy milyen egy VIP mozizás, hogyha még nem lettetek volna, mert mi ezelőtt még soha nem voltunk, tehát ez egy új élmény volt. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor mindenféleképp javasoltok egy lájkot. Sziasztok!